Krémer Péter vagyok, 1949. január 10-én születtem, és mezőkomáromban, ami a Sió partján van. Ez egy nagyon szép kis falu, és hogy miért pont ott születtem, ez is egy érdekes sztori már az elején, mert édesanyám is, meg édesapám is, ők a megyei szakadáton születtek, és az ő őseik is valamennyien szakadáton születtek, egészen a betelepülőkig, akik 300 évvel ezelőtt szakadátra betelepültek. És ez a mezőkomáromi sztori, ez tulajdonképpen a háborúnak, a második világháborúnak a következménye, ugyanis ott mezőkomáromban oda költöztek a nagyszüleimnek a testvérei, akik volt egy ilyen keresztbeházasodás, hogy nagyapámnak a huga, az hozzáment a nagymamámnak a bátyjához, meg is így fordítva, és ő köműves volt, nagymamámnak a bátyja, és szakadáton nagyon sok volt a köműves, és így aztán ők megpróbáltak olyan magyar falvakat keresni, ahol kevés a köműves, és az egyik ilyen volt mezőkomárom. És itt aztán építettek ők egy kis házat, de jött a második világháború, és a családapa bevonult katonának a német oldalon, sajnos, neki sajnos volt, mert túlélte a háborút, és ö, nem mert hazajönni, Münchenben volt valami táborba És a családja meg itthon volt, abba a kis házikóba, mezőkomáromba, három gyerekkel, jó számolom? Lehet, hogy négy is volt. És ö, Először az volt, hogy jöjjön haza, de aztán ő nem mert, és utána az volt, hogy akkor a családja próbáljon kiszökni hozzá. Ez volt 1947-ben. És először megpróbáltak kiszökni, elkapták őket a határon, visszatoroncolták őket, és a második kiszökés előtt akkor oda rendelték édesanyámat meg a nagymamámat, hogy megint megpróbálkoznak a kiszökéssel, de a ház nem maradjon addig üresen, mert ha netán megint visszatoloncolják őket, háború után olyan időszak volt, hogy ha volt egy üres ház, valaki kinézte magának, beköltözött, aztán azt már nem nagyon lehetett kitenni onnan. És így aztán déd nagymamám és édesanyám oda fölköltözött ebbe a mezőkomárom a kis házikóba. Aztán utána nem sokkal később édesanyámnak a udvarlója, édesapám, ő is társult hozzájuk, mert őt viszont el akarták vinni Málenki robotra, és már uton is volt, egészen Bajáig vitték, és Baján később aztán úgy mesélte el, hogy ő annyira szerelmes volt édesanyámba, hogy ez adott neki erőt ahhoz, hogy Baján megszökjön. Ő 18 éves volt akkor. Baján megszökött, utána hazament, ott a padláson bujdokolt egy darabig, és utána elment mezőkomáromba édesanyámhoz, és akkor ott voltak. És erre édesanyám aztán írta, illetve mesélte is, mert ugye vele is csináltam aztán később hangriportot. Azt mondja, hát ott volt édesanyám, ott volt a nagymamám, azt mondja, hát ha már ott van, akkor össze is kellene házasodni. És akkor ők összeházasodtak, ott mezőkomáromban, viszonylag titokban, még a... Veszprémi püspökhöz is elmentek, hogy felmentést kérjenek az alól, hogy kiérdessék őket a templomba, nehogy megtudják, hogy édesapám ott bújt meg, mert elkapják, és akkor nem, Málenki robot már nem lett volna, de viszont rajta volt az ő családja a kitelepítendők listáján is, és a szüleit aztán ki is telepítették, ő így úszta meg, hogy ott volt mezőkomáromban. És aztán ők ott összeházasodtak, és pont az első házasság évfordulón születtem én meg. Utána hat évvel később született egy hugom, és akkor már az a ház egy kicsit kicsinek bizonyult. Megszerezni a nevünkre venni nem tudtuk, mert a közben Münchenben lévő rokonoktól ezt hivatalosan meg megvenni nem lehetett. És így aztán végül is úgy döntöttek a szüleim, hogy visszaköltöznek szakadátra, az ott élő nagyszülőkhöz. Édesanyámnak a szülei voltak ők, mert édesapámnak a szüleit kitelepítették. Úgyhogy ez volt tulajdonképpen a mezőkomáromi sztori úgy röviden, és ott viszonylag szép emlékeim vannak ebből a faluból, mert ez a siópartján volt, és mikor édesanyám sokszor lement ruhát mosni, ott voltak ilyen mosókövek a sióparton, akkor mi gyerekek velük mentünk, és sióba kellemes meleg volt, ott volt a Balaton vize, abba fürödtünk, miközben édesanyánk most a, a ruhákat. Déd nagyapám, mikor Németországba járt és ott is dolgozott, mint köműves, akkor onnan hozott haza különféle folyóiratokat, regényeket, ezek közül a némelyik még most is megvan, és be van írva az évszám, hogy 1906, meg ilyen évszámok. A most én nagyon sajnálom, hogy őt nem tudtam én már megismerni, mert egy nagyon jó fej, egy nagyon értelmes ember lehetett, függetlenül attól, hogy idézőjelben csak köműves végzettsége volt. Dén nagymamámat viszont volt szerencsé megismerni, és ennek én nagyon örülök. Tíz éves voltam, amikor ő meghalt, és Ugye mezőkomáromban születtem, de gyerekkoromban, miután ott édesanyám ugye egyedül maradt, édesapám az dolgozni át, köművesként, hát nehéz volt neki sokszor rám is vigyázni, meg vásárolni is, menni, meg minden, és dédnagymamám meg otthon volt szakadáton egyedül, akkor, mikor már olyan szállítható állapotban voltam, olyan két éves környékén, akkor engem levittek szakadátra, és sokszor hosszabb ideig ott is hagytak és ennek köszönhetem én azt, hogy már gyerekkoromban, kisgyerekkoromban elkezdtem a szakadáti német dialektust a dédnagymamámtól és a nagyszüleimtől megtanulni, mert a dédnagymamám az csak szakadáti tudott. Tehát magyar nem értette meg, sőt a hóktajcsot se értette meg. És hát ő aztán nekem sokat mesélt, hogy aztán elaludjak, tehát mindenféle meséket mondott. És hát ugye a gyűjtögetés az úgy folytatódott tovább, hogy a nagyapám, amikor ő a második világháború révén bevonult katonának, hát ő nem akart német katona lenni, úgyhogy ő protekciósan a magyar hadseregbe kérte a felvételét. Volt ott szakadáton egy katonatiszt, aki szexáron ott valamilyen funkcióba volt, és ő oda ment és protekciósan kérte, hogy ő magyar katona szeretne lenni, mert nem akarta, hogy a németek az SS-be besorozzák. És ezt ő jól is tette, így utólag most már látjuk. És ott ugye ő nem volt még katona sose, elkezdték őket kiképezni, és a tisztek voltak annyira rafináltak, hogy hát mindig menekültek a front elől, ők sem akartak ott háborúba keveredni, hiszen nem volt kiképzett ö, legénységük és akkor mindig nyugatabbra, mindig nyugatabbra mentek, ők azt, és nagyapám miután bevonult, elkezdett egy naplót vezetni, és minden egyes nap be van írva, onnantól kezdve, hogy hány gram kenyeret kaptak, tehát mi volt az étkezés, mi történt aznap, ezt ő végig beírta, és több mint másfél éven keresztül vezette ezt a naplót. Na most lényeg az, hogy utána ők mindig távolabb kerültek a frontról, végül Dániába kötöttek ki, ott Kopenhága környékén, és höveltében ott egy laktanyába, ott esett ő, kvázi hadifogságban, mert akkor lett vége a háborúnak, tehát ugye aki magyar katona volt, az utána már hadifogójá alakult át automatikusan, és onnantól kezdve ők folyamatosan jöttek hazafelé, hát sok hónapon keresztül, először Németország északi részébe, ott táboroztak egy darabig, utána mindig délebre, az amerikai zónába, és aztán a végén eljutottak egészen Magyarországig és Magyarországon jó darabig a Komáromi börtönben volt, ugyanis azt hitték róla, hogy ő Foxbondos. Mert ugye a Foxbondosok azok, azok, nem voltak kedveltek az akkori magyar, magyarok révén, és nagyapám az nem volt Foxbondos, hanem volt egy másik ilyen mozgalom akkor szakadáton, az 1940-es évek elején, hogy hűséggel a hazához. És erről neki volt egy igazolványa is, csak az nem volt nála, és így nem tudta magát igazolni. És aztán a végén elkerültek ők Komáromból, azt hiszem Szexárdra, Szexárdra aztán Gyönkre, ott is a börtönbe, de onnan aztán már szakadátról valaki áthozta neki az igazolványát, és akkor, mikor ezt látták, akkor hazaengedték, és 1946, azt hiszem, a környékén ért haza végül is szakadátra és egészen eddig a napig meg van örökítve a naplóban, hogy minden nap mi történt. Na most ez egy annyira érdekes, ezt én beszkenneltem, és megosztottam, és erre felfigyelt egy <tosz> Dán újságíró, aki a Dániában révő magyar katonák sorsával foglalkozott, és hát ezt lefordítatta Dán nyelvre is ezt a naplót, tehát ez egy olyan családi napló, ami dán nyelven is elérhető. Na most a, a, a naplózás az meg úgy folytatódott, hogy még nagyapám hadifogságban volt. Addig édesanyám, ugye az otthon volt Szakadáton, 15 éves volt 1944-ben, és 1944-ben szállták meg Szakadátot az oroszok. És édesanyám meg arról kezdett el naplót vezetni, hogy naponta mi történt szakadáton, amikor az oroszok megszállták a falut, illetve folytatódik az egész úgy, hogy málenki robot, a kitelepítésig már nem jut el, tehát ez egy kicsik már 1946 körül kezdődött, de 1945 tavaszáig, tehát 44 decembertől 45 tavaszáig van egy naplónk, hogy mi történt szakadáton abban az időszakban. És hát ez ugye úgy látszik, hogy nálam is folytatódott, mert amikor a nagyszüleim 1979-ben az 50. házassági évfordulójukat ünnepelték, akkor én 30 éves voltam, már dolgoztam, már az egyetemet befejeztem, akkor jutott eszembe, hogy hát kellene velük csinálni egy hangriportot. <kül> és volt akkor egy B400-as Tesla magnó, ilyen orsós magnó, akkor még kazettás magnók nem voltak, és hát azt a hónom alá kaptam, fölültem a vonatra, vettem előtte egy beag mikrofont, és akkor lementem a nagyszüleimhez 1979-be, és fölvettem velük egy több mint négy órás felvételt. Na most, hát... Ezt előtte bejelentettem nekik, tehát egy három hónappal előtte már megvolt ez, beszélve, hogy megyek le. Ez azért volt jó, mert nagyanyám, hát elég törve beszélte még a magyart. Mert ugye inkább a szakadát járt hozzá közelebb, és volt egy kockás füzet, ami szintén visszamaradt, amiben ők leírták, hogy mit akarnak nekem elmesélni. Tehát kvázi majdnem, hogy betanulták. Most utána ez folytatódott, mert hát ugye nagyszülőkkel megvolt ez a report. 2007-ben, akkor következtek a szülők, de főleg édesanyám, mert édesanyám volt ilyen, aki, aki, nagyon jól tudott beszélni. Édesapám az egy picit olyan tartózkodó volt, ő nem mesélt olyan sokat, de ő is megnyílt azért, mert a az egyik unokahúgom is csinált 2003-ban egy, egy, kis felvételt velük, és akkor édesapám is elmeséli a szökéseit, mikor 18 éves volt, hogy hogyan szökött meg a Málenki robotról és, és egyéb dolgokról. És 2007-ben aztán édesanyámmal csináltam egy, egy hosszabb riportot, hangriportot. Hát ezt nyilván ugye digitalizálni tudtam, ezzel már nem volt probléma. És ez a hangriport, hát ez elérhető jelenleg is a YouTube-on, mert ezt adaptáltam videóra. Tehát csináltam egy videó adaptációt, hogy ne legyen annyira unalmas, mert csak úgy meghallgatni MP3-ban az egy kicsit unalmas, de így a videó adaptáció rengeteg háttérképpel az már évezetesebbé teszi ezt a beszélgetést is. És utána jött még a következő, ugye, hogy a szakadáti német dialektust is meg kell örökíteni, hiszen szakadátnak ez is egy kincse. Erre először az jutott eszembe, hogy csinálok egy hangos szótárat, és ez a hangos szótár, amikor 2000 Tízben a tájházavató volt szakadáton, ez addigra már el is készült, és ez a tájházavató azért volt érdekes, mert abból a házból lett tájház, ahol én fölnőttem, és ahol a édesanyám született, és ahol a nagyszüleim is éltek. Ez a szakadát, ez tavaly ünnepelte a betelepülésének a 300. évfordulóját, ami azt jelenti, hogy az első szakadáti németek, ők 1723-ba települtek szakadátra. Na most én miután nyugdíjas lettem, most ugye ugrunk egy kicsit az időben, elég sokat foglalkoztam ezzel, hogy szakadáton akkor hogy alakult ez az egész, a családfámat is megcsináltam, tehát ha a betelepülők voltak az első generáció, akkor én a kilencedik generáció vagyok. És azt sikerült kideríteni, még különféle családfakutatásokkal is, hogy az én ősanyám és ősapám azok a Limburgtól nem messze lévő, most filmárhoz tartozó Vejer községből települtek be szakadátra, és az ő születésük állítólag ott kinn is elérhető, még valahol valamelyik anyakönyvbe, de hát, ugye ezt én személyesen nem láttam. Ők először szakadáton a halotti anyakönyvükbe, a halotti anyakönyvbe jelennek meg, és onnan lehet visszakövetkeztetni arra, hogy mikor születtek. A ősanyám az Horn Anna Mária, ő 51 éves volt, az ősapám az pedig Krémer Henrik, ő 60 évesen halt meg, és ebből visszaszámolva kiderült, hogy 10 évesek voltak körülbelül 1723-ban, amikor betelepültek szakadátra. És hát nekik voltak aztán gyerekeik, és azt hiszem 8 gyerek volt, közülük talán kettő vagy három fiatalon meghalt, de a többiek felnőttek, és volt vagy öt fiú közöttük, ha jól emlékszem, lehet, hogy csak négy, és aztán nekik is lettek gyerekeik, és így a krémerek nagyon elszaporodtak szakadáton, annyira, hogy mikor én a temető nyilvántartást csináltam pár évvel ezelőtt, érdekesenként összeszámoltam, hogy a sírokon a krémer név hányszor fordul elő, és többször, több mint százszor fordult elő, és ez a temetőben lévő leggyakrabban előforduló név egyben. A második helyezett az, mit tudom én, 70-80 körül volt csak előfordulási valószínűségben. Pár évvel ezelőtt kimentem Németországba, és az volt a célom, hogy megtaláljam azt a falut, ahol ugyanolyan dialektusban beszélnek, mint szakadáton, mert a szakadáti német dialektus az egy eléggé külön dialektus, tehát egy kicsit külön dialektus. Nem igazán fordul elő a környéken ugyanolyan, mint szakadáton. És nagyjából tudtam, hogy ott Koblenztől keletre lévő Frankfurttól ez észak-nyugatra van, a Lán folyó partján ott kell a szakadátiaknak a őseit keresni, és ez a Westerwald, azt is mondták, hogy a Westerwaldból származnak, az is egy ilyen terület, német terület, és akkor elmentem ebbe a Weyer községbe is, ahol állítólag az én ős szüleim születtek, de hát az mikor volt, akkor még nem is volt Németország, akkor ott nem is tudom, fejedelemségek, vagy hercegségek, vagy grófságok, vagy mik voltak, és hát ott volt 30 éves háború, meg ott egymást szorongatták a franciák, meg a, a németek, és ott nem találtam semmi érdekeset. Viszont a nagyobb település, ami ott van, ez a Limburg, Limburg-Anderlaan, ott a katedrális előtt volt egy nagyon régi temető, az 1800-as évek elején lévő sírokat lehetett ott látni, és vagy tíz Krémer sírt láttam ott és ott voltak, akik ilyen 1810, 20, 30 a években születtek, tehát ők azok, akik nem jöttek az őseimmel szakadátra, ők kimaradtak. És aztán még volt egy olyan érdekesség is, hogy én ott településeken leszálltam, például a Nassauba is leszálltam, mert mindenhol megnéztem a temetőt. Mert ilyenkor a temetőt kell nézni, hogy ott milyen nevek fordulnak elő, hol fordulnak elő a szakadáti nevek. És hát nem, nem igazán találtam Nassau-ba szakadáti neveket, de amikor visszamentem a vasútállomásra, akkor ott volt egy nagy kirakodó vásár, és ott egy nővel, egy asszonynal beszélt belegyettem, és majdnem kiköpött úgy beszélt, mint a szakadátiak. <kül> és akkor kérdeztem, hogy honnan tetszik jönni? És akkor azt mondja, hogy a Westerwaldból. De hát nem tudtunk tovább beszélni, ez is a. Sorsnak a ö, ö, problémája volt, mert akkor az ivatar jött hirtelen, és akkor a szélvihar, hogy a nőnek össze kellett pakolni a, a dolgait, és mire elvonult az ivatar, már sehol nem volt, tehát nem tudtam tovább beszélgetni vele. De végül is támpontnak jó volt, hogy valahonnan onnan a Westerwald, Limburg, és az a Weyer is ugye közel van Limburghoz, ö, valószínű többen álltak össze, és eljöttek esetleg még Trierig is ami viszont már a luxemburgi határon van, és lehet, hogy onnan indítottak konvojokat a Duna felé, ahol aztán ugye van ez az Ulmi Sachtel, ami mondják, hogy azzal jöttek, tehát lehet, hogy Ulmnál vagy valahol máshol aztán fölszálltak a Dunára, fölszálltak a hajóra, és onnan aztán eljöttek Bécsig, és Bécstől aztán tovább Magyarországra. Az egészről a szakadáti, a Tornamegyei szakadáti betelepülésről annyit lehet még tudni, hogy amikor betelepült Szakadát, akkor uh, gróf Florimondus Mersi volt ennek a területnek a birtokosa. És ez a Mersi, ez ki volt nevezve, a bánáton a betelepülési biztosnak volt kinevezve, és azt hiszem az ő székhelye Temesváron volt. És a betelepülők, akik szakad, Szakadátra is jöttek, eredetileg nem is szakadátra indultak állítólag, hanem a Temesvári részre, a Bánáti részre, és miután Mersi megvásárolta azt a birtokot, ami ott szakadát és a környező településeknek a, a, földje, tehát azokat ő megkapta az akkori császártól, hát ő azt mondja, hogy hát neki is be kell telepíteni a falvait, mert ugye a törökök miatt ott mindenki kihalt, és állítólag azokról a hajókról terelt át embereket, akik eredetileg temesvára indultak, és közülük aztán sokan szakadáton kötöttek ki. Hát a szakadáti nyelv ugye most már lassan kihaló félbe van, és a némethez egy picikét hasonlít. Például, ha egy kér, azt kérdezem, hogy mit csinálsz? Ugye a német azt mondja, hogy was machst du? A szakadáti azt mondja, vagy megsztál, vagy hogyha magázom, ez most egy tegező volt, vagy mágter, vagy mágter, és ágy de kirch, én a templomban voltam, ich war in der kirche. keszter uh, war gar schön weder, ágy szent kanga. Gestern war sehr schönes Wetter, ich bin Spazieren gegangen. Öt, tegnap szép idő volt, elmentem sétálni. Na most, amit állítólag csak szakadáton mondanak, az a gyíknak a neve, amit a környező falvaga sehol nem neveznek így. Nálunk a gyíkot szakadáton úgy hívják, hogy sézélesen. <laughs> és valami egy exze vagy valahogy így mondják németül, nem is tudom, hogy eled, de az, hogy sézélesen, azt sehol nem mondják. Tehát az is érdekes lett volna megtudni ettől az asszonytól, akivel találkoztam, hogy ők is így hívják-e. Szakadát az egy ilyen központi hely volt a katolikusok számára, mert a környező településeken kevesebben voltak, nem a katolikusok voltak többségben, azok inkább evangélikus vagy református községek voltak. És az ottani katolikusok azok Szakadátra jártak misére. Úgyhogy ilyen húsvétkor, meg karácsonykor, akkor nagyon nagy volt a népesség, nagyon sokan jöttek a misére, mert a környékbeli falvakról is odajöttek, és oda kellett jönni akkor is, hogyha valaki házasságot kötött, vagy gyereke született, vagy el kellett temetni valakit. Mikor szakadáton voltam sokszor még kisgyerekként, akkor hát déd nagymamámmal voltam én nagyon közeli kapcsolatban, mert ugye a nagyszüleim azok dolgoztak. nagyapám az köműves volt, köműves mester volt, ő aztán még teheneket is, meg állatokat is tartott, ezzel főleg nagymamámnak kellett foglalkozni. De amikor szakadátra kerültem gyerekkoromban, akkor ott még nem volt villany abban a házba. Tehát ott petróleum lámpa mellett ment a tanulás, és ezt szerintem ma el sem tudjuk képzelni, hogy például édesanyám úgy járt iskolába, és úgy járt utána a gimnáziumba, és úgy csinálta a házi feladatot, hogy petróleum lámpa fénye mellett, vagy hogy nagyapám úgy csinálta a tervrajzokat, mert ugye köműves mester volt, hogy este, ha dolgozott, akkor petróleum lámpa fénye mellett. És nagyon szép esték voltak akkor szakadáton, a téli esték, mert az volt a, a szokás, hogy a hosszú téli estéken a, főleg a rokonok meg a szomszédok is egymást meglátogatták. És nálunk is aztán sokszor voltak ilyen látogatók. Ez abból állt, hogy a fiúk meg a férfiak legtöbbször kártyáztak, a nők pedig kézimunkáztak, Sőt, fontak, mert ott volt rokka szakadáton, és ők azokat a dolgokat fonták meg, főleg a kendernek a kenderkócot fonták meg fonallá, amit ott a szakadátiak megtermeltek, mert ott volt egy kendertermelés is szakadáton. És ezek a téri esték, ezek nagyon szépek voltak, mert akkor sokat meséltek ott, mindenféle történeteket, ezek már úgy nincsenek meg bennem, és akkor utána mi is mentünk a szomszéd utcákba ilyen estéken, és az is érdekes volt, mert emlékszem, hogy milyen kemény hidegek voltak akkor, és milyen magas hó, néha a hó teteje meg volt fagyva, és a hó tetején lehetett menni. És ilyen, ilyen hidegek voltak, és mentünk a szomszéd, szomszédba. Most, amik ilyen hagyományos dolgok voltak, az például a, a disznóvágás disznóvágásnak is megvolt a ceremóniája, és a szakadátiak azok sok esetben, ezok ilyen kicsit ilyen mulatságos emberek voltak, szerettek viccelődni. És amikor volt egy háznál disznóvágás, akkor kifigyelték, voltak ilyen versírók, ilyen, hát akik ezzel foglalkoztak szakadáton, kifigyelték a házat, hogy kik vannak ott segítők, kik mit csinálnak, és este, amikor már úgy készen volt a kolbász, akkor ez már olyan hagyomány volt, akkor egyszer csak egy ilyen faágra tűzve megjelent egy kis levérke a háznak az alsó részén, és utána azt felolvasták. És abban aztán ki voltak figurázva az emberek. Például ez még úgy most eszembe jutott, például volt egy ilyen mondat, ez már nem szakadátjó volt, hanem németül írták le, hogy de Schlachter hat die Sauge und Rézi hát hintenge rohen, tehát a böllér leszúrta a disznót, és Rézi hátul szagolt, mármint <laughs> hátul, ami a disznóból kijött hátul. Tehát ilyen, ilyen, ilyen dolgok voltak, és akkor mindenkit ilyen mulatságos szituációkba állított be ez a kis versike, és ennek az volt a következménye, hogy összeszedtek egy pár kolbászt, meg hurkát, és ugyanarra a kis ágra rátették, ahol a versike volt, utána levitték oda a háznak a végébe, és egyszer csak eltűnt. És sokszor nem is tudta az ember, csak sejtette, hogy ki volt az, aki írta, meg ki volt az, aki elvitte a kolbászt. A másik pedig az volt, ami ilyen hagyomány volt, hogy disznóvágás estén, Jöttek a hurkatáncosok, úgy hívták, hogy hurkatáncosok. Főleg a szomszédok voltak, de maskarába voltak, tehát hogy ne lehessen őket felismerni. Teljesen olyan úgy be voltak öltözve, rongyokban, mint a cigányok lettek volna, vagy bármi, és a arcuk teljesen ilyen maskarába volt. És ők jöttek, és aztán ilyen fedeleket csapkodtak egymásnak, hatalmas zajt csináltak, ott táncolgattak, táncoltak, meg minden, hát ők is úgy távoztak, hogy kaptak ők is a kolbászba. Hát az esküvőnek meg volt, meg volt ö, maga a ceremóniája. A leglényegesebb különbség talán az volt, ami először engem is úgy meglepett, mert én ezt én se tudtam, mert ugye amikor én már szakadáton voltam, akkor már ez nem így volt, hogy szakadáton a menyasszony, mikor esküvő volt, fekete ruhába volt. És ö, ez egészen addig tartott, amíg a világháború véget nem ért 1945-ig, és ugye akkor jött ez az űrzavar, hogy németeket kitelepítették, felvidékieket betelepítettek szakadátra, székelyek is jöttek szakadátra, az Alföldről is jöttek szakadátra, és ők hozták magukkal a fehér menyasszonyi ruhát. Tehát 1946-ban az első esküvő egy szakadáti lány és egy betelepülő férfi között, ott a menyasszony már fehérbe van. Tehát a, nagyszüleim meg a nagyszüleimnek, a testvéreinek, mindenkinek megvan az esküvői fotója, ezek be vannak szkennelve, és most ugye a Nemzeti Múzeumban van a Magyar Menyasszony kiállítás, ott ezek ki is vannak állítva, illetve elérhetők ezek a fotók. Sőt, egy dolog, ami divat volt szakadáton, hogy a mennyasszonyi mirtusz koszorút azt utána keretbe foglalták és bekeretezték, és a koszorú közepére került egy picike kis fotó, egy esküvői fotó a mennyasszonyról és a főlegényről. Ezt a mirtuszkoszorús bekeretezett emléket, ezt én fölajánlottam a Nemzeti Múzeumnak, és most ott a kiállításon meg is lehet nézni. És ez ott is marad örökre. Méltó helyre kerül. A kitelepítés az szerintem az egyik, a falu történetének az egyik mélypontja volt. Az egyik katasztrofális pontja volt, és Először ugye az volt, hogy csak azokat telepítik ki, akik Volksbundosok voltak, mert azok biztos, ugye, hogy ellenségek, mert azok a németekhez tartottak. Akik hűséggel a hazához voltak, mint az én szüleim, édesapám, meg a nagyszüleim, azokat megkimélik. De aztán, mikor teltek, múltak az évek, 46-ban ez talán még így volt, de aztán 1948-ban, ahogy édesanyám ezt elmesélte, akkor már nem számított az, hogy ki hova tartozik, hanem kevesebb volt a ház állítólag, mint ahányan betelepültek. És a sváboknak azt mondta édesanyám, akkor annyi becsülete nem volt, annyi értékük nem volt, mint a köröm alatt a piszoknak. Tehát bármit lehetett a svábokkal akkor csinálni szakadáton, végigmentek a falun, és amelyik ház megtetszett egy betelepülőnek, főleg a székelyek voltak ilyen szempontból állítólag agresszívek, azok rámutattak egy házra, és akkor onnan ki kellett menni a sváboknak. Először összeköltöztették őket falon belül, falon belül és utána egyszer csak eltűntek, tehát kitelepítették őket. Na most erről egy konkrét történet, hogy a nagyszüleim anyai oldalon azok nem kerültek föl a listára, talán azért, mert nagyapám ugye 1946-ba érkezett vissza a hadifogságból, és ő a hűséggel a hazához igazolványt föl tudta mutatni. Ez volt az egyik, és a másik pedig, hogy nekik nem volt olyan nagyon értékes házuk, amit annyira megkívánt volna bárki. A édesapámnak a szülei, az viszont egy nagyon szép parasztház volt, és ezek, ők aztán egyből fel is kerültek a kiterepítendők listájára, de ők nem akartak, nem akartak elmenni, és az volt a divat, hogy éjszakánként, tudták, hogy lesz ez a kiterepítés, amit lehetett, megpróbálták menteni. És transportok voltak Szakadátról, Regőjbe, nem is tudom még hová, tehát egy-két ilyen magyar lakta faluba, ahol voltak ismerősök, és éjszaka mentek a batyukkal, és vitték a párnákat, meg a donyhákat, meg a ruhákat 10-15 km távolságra gyalog, hogy, hogy, megpróbálják ezt kimenteni. Édesapámnak a szüleinél konkrétan az volt, hogy ők ki is vándoroltak a faluból, egy olyan 30 km távolságban, Magyar Keszin, ott telepettek le, és a papnak a lovait gondozta a nagyapám, erről meséltek, és ott voltak. És amikor a, amikor a szülei mezőkomáromban összeházasodtak, 1948. január 10-én volt ez, akkor édesapámnak a szülei még ott voltak Magyar Keszin, és el is jöttek az esküvőre. Tehát van még esküvői fotó is róluk, rajta vannak a esküvői fotóm. Aztán ott valószínűleg, vagy útközben, vagy ott az esküvőn valaki meglátta őket, bejelentette, hogy megvannak ám, nem laktak már szakadáton, tehát a házukat már elfoglalták, már valaki más lakott a házukba, de valószínű féltek, hogy hát, ha visszajönnek, és így magyar keszin fölkutatták őket, fölrakták őket a teherautóra, elvitték őket először Budapestre, utána Budapestről, nem Németországba, hanem Hegyeshalomra, a Hegyeshalmi határnál, osztrák területen lezavarták őket a teherautóról, és mehettek, amerre láttok. Tehát ez volt édesapámnak, a, a nagyszüleinek a sorsa, és a két unoka volt még velük, ugyanis a unokáknak a szülei, azok Málenki roboton voltak közben Oroszországban és a nagyszülőket a két unokával kidobták Ausztriába, ott aztán összeszedték őket a parasztok, és aztán ilyen kimeszelt lyukólakban, meg ilyen helyeken voltak, és aztán ott összeszedték magukat, és végül hát rendbe jöttek, házat építettek, és itt tovább gazdagabbak lettek, mint mi, de hát az ő életük így kezdődött. És aztán amikor például hazajött a gyerekeknek a, az édesapja, az édesapámnak a testvére volt, hazajött, és hát már nem tudott hova hazajönni, mert már a ház nem létezett, már más lakott benne, ahol ő, ahonnan őt elvitték Málenki robotra. Úgyhogy ő mezőkomáromba volt nálunk, édesapámnál volt ott két évig, és ő aztán nagy nehezen ki tudott szökni a családjához Ausztriába és aztán a másik testvére édesapámnak, a nővére, a Mária, ő is kém volt Málenki roboton, ő is hazajött, az ő családját is kitelepítették, ott a nagymamát telepítették ki, a két gyerekkel, szintén a két unokával. Őket még az NDK-ba telepítették, arra a területre, tehát ők még vihettek magukkal sok mindent, őket az elején telepítették ki. És hazajött a Mári néni, és hát ez a ház már, nem, az ő házuk volt, és ő pedig az én szakadáti nagyszüleimnél húzta meg magát, amíg végén nagy nehezen, nem is gondoltam, hogy ilyen nehezen fog kijutni Kelet-Németországba. Állítólag Ausztrián keresztül szökött ki Kelet-Németországba, hogy a gyerekeivel és az anyósával együtt tudjon lenni, ugyanis a férje meg meghalt a második világháborúban. Tehát ilyen tragédiák voltak a családon belül is. És ezért miután ugye az apámnak a szüleit kitelepítették, és utána jött a vasfüggöny, tehát nem is lehetett egymást látogatni sem. Ezekkel a nagyszülőkkel nekem gyakorlatilag kapcsolatom nem volt, viszont annál jobb kapcsolatom volt édesanámnak a szüleivel, akik ugye szakadáton maradtak, és miután hat éves koromba szakadátra költöztünk, ott még építettünk ahhoz a házhoz egy toldalék szobát, amit nagyapám tervezett, mint építő, építőmester, köművesmester. Azt ugye felépítették, fölépítették, és akkor az volt a mi szobánk. És az első fél évet még mezőkombáromban jártam általános iskolába, a második fél évtől egészen nyolcadikos koromig viszont már szakadáton voltam. Szakadáton, ugye ott ugye mondtam, hogy ott jártam általános iskolába, és amikor ott az általános iskolát befejeztem, nagyon jó tanáraink voltak, és még annyit hozzá kell tennem, ugye, hogy a kitelepítés-betelepítéshez kapcsolódik, hogy nekem az osztálytársaim közül azt hiszem három is volt olyan, aki betelepülő gyerek volt, tehát a betelepülőknek a gyerekeik közé tartozott. Lehet, hogy voltak ellenségeskedések az elején, mert biztos, hogy voltak. Tehát ha valakinek a házát elfoglalták, akkor biztos, hogy voltak ellenségeskedések. De én hat éves koromban, tehát 1956-ba költöztünk mi szakadátra, akkor ennek már szinte nyomát nem tapasztaltam. Tehát együtt jártam olyan ő a lányokkal, mert fiúosztálytársam a szakadáti volt, egy egyszerűen fiúosztálytársam volt, csak heten voltunk az osztályban, öt lány és két fiú, és ö, semmi olyan nem volt, hogy, hogy ő, ők, ők most betelepülők, magyar nevük volt, annyi volt. Tehát nem ez nem, nem a szakadáti név, ami mondjuk Krémer, vagy hogy Schmidt, mint az én osztálytársam, fiúosztálytársam, vagy hogy Staud hanem volt olyan, hogy vezekényi, meg volt olyan, hogy mali, tehát magyar nevek voltak, de semmi gond nem volt ezzel. Tehát így jártam én végül az általános iskolát, ott aztán elkezdtem ugye harmonikát, harmonikán tanulni, mert édesapám az harmonikázott, megtanított engem is játszani, csináltunk egy kis együttest, ahogy mondtam, és akkor ott mi zenéltünk is. És aztán, ha már harmonikán játszottam, akkor, akkor, volt egy nagyon jó plébános, azt mondta, hogy hát próbáljak megtanulni akkor orgonán is. És akkor én harmóniumon, először neki volt egy harmónium ott a plébánián, oda jártam, és akkor ő megtanított harmóniumon játszani, és aztán micsoda nagy dicsőség volt az, amikor már a templomba a nagy orgonán is játszottam. Tehát ott először litániát tartottam, és aztán volt, amikor a kántor egyszer nem ért rá, és akkor a vasárnapi nagy misét ott azt én, én orgonáltam. Ez egyszer fordult elő, és arra én büszke vagyok ott az igazgatónak volt egy olyan jó ötlete, hogy amelyik család akarta járatni a gyerekét, az németül tanulhatott. Tehát én délután hetente kétszer elmentem német órára, és akkor ott a irodalmi németet tanultok meg. És először ez nehéz volt, mert ugye én a szakadátit tudtam, és kevertem a szakadát itt a némethez. És így aztán én hármat tudtam, mert tudtam magyarul, tudtam a szakadáti dialektust, és a Sulc Ádám tanítóbácsi pedig megtanított engem németül, az irodalmi németre. Most viszont már ez a hátránya az egésznek, mert mikor szakadátiul akarok elkezdeni beszélni, most meg a német keveredik hozzá. Tehát befejeztem a nyolc általános szakadáton, és jó tanuló voltam, mert nagyon jó tanáraink voltak. Nagyon megszerettették velem a matematikát, ami nem mindig szokott sikerülni a tanároknak. És így aztán úgy döntöttünk, nézegettük a lehetőségeket, hogy a Székesfehérvári Ságvári Endre gép- és híradásipari technikumba iratkozom be, mert akkor nem csak érettségit kapok, hanem szakmát is kapok, és ez egy előny volt. És annak volt egy gépészeti tagozata, meg egy híradásipari tagozata, és a híradásipari tagozatra kerültem én, ami akkor kezdődött el nem régen, tehát az volt egy ilyen új, új dolog, és ennek örülök, hogy ott kezdtem aztán tanulni. Hát ez együtt járt azzal, hogy kollégista lettem. Hétvégén hazajártam Székesfehérvárról vonattal Szakadátra, ez volt talán szombaton, és akkor vasárnap délután pedig mentem vissza. Ez, ez így volt négy éven keresztül Székesfehérváron. Aztán, amikor befejeztem ott a tanulmányaimat, akkor hát jött az osztályfőnök, ott is nagyon jó tanáraink voltak, hogy akkor mit szeretnék majd csinálni. És Székesfehérváron volt a Videoton, az egy ilyen híres gyár volt, és két alkalommal is ott voltunk mi termelési gyakorlaton, nekem tetszett. Mondtam az osztályfőnöknek, hogy hát elmegyek én technikusnak a Videotonba. És aztán azt mondja, hát Péter azt mondja, hát miután kitűnő volt az eredményem, azt mondja, Péter azért én megpróbálnám a műszaki egyetemet előtte. És akkor mondom, hát végül is igaz, miért ne próbálnám meg, és akkor olyan jót hallottam az egyetemistákról, hogy milyen szabad élet van ott, meg milyen jó egyetemistának lenni. Aztán mondom, miért ne próbálja én ezt meg. És három, három intézménybe adtam akkor be a felvételimet, azt tudom. Egyik volt a Műszaki Egyetem, másik volt a Kandó, harmadikot már nem is tudom, és hát csont nélkül fővettek a Műszaki Egyetemre. De hát az volt a előzmény, hogy hát nem lehet csak úgy elmenni egyből egyetemistának. Előtte 11 hónap katonaság, úgyhogy előtte elmentem 11 hónapig katonának, és utána lettem csak egyetemista. 68-ban a két nagyszülő egyedül maradt szakadáton. Hát rend, rendszeresen látogattuk őket, még végül aztán először nagyapám meghalt, utána pedig nagymamám is meghalt, ő elég sokáig élt, 87 éves korában halt meg. 1995-ben a ház üressé vált. Hát egy darabig még lejártunk, hát ez egy munkatábor volt. Mert tavasszal, mikor lementünk, meg nyáron, mikor lementünk, hát ilyen derékigérő gazok voltak, mert az előttünk lévő házat is mi megvettük, az az összedőlt, meg abból egy kertet csináltunk, hát ott, ott csak gaz volt, hát én nem tudom mennyit dolgoztam ott, amikor lementem, ez egy munkatábor volt, és édesanyám volt az örökös, és édesanyám aztán úgy döntött pár év után, hogy hát ezt el szeretni adni, Kapóra jött ez a kitelepített unokatestvéremnek, az Emir Krémernek, akit NDK, az NDK keletnémet területre telepítette ki, és aki Berlinben dolgozott, torna testnevelő tanárként, mert ő neki az volt a tanári végzettsége lett ott ként, és neki nem volt még egyetlen lakás sem a nevén, azt mondta, hogy ő meg szeretné venni ezt a szakadáti házat. Aztán ez, ennek mi örültünk, mert akkor családon belül marad a ház, és ha jól emlékszem, olyan 1900, mikor lehetett ez? 90 környékén, 91 2 környékén, akkor az emélnek édesanyám eladta a házat. És az emél akkor jött tavasszal, visszament Berlinbe ősszel, és egész nyáron ott volt, egy csomó átalakítást csinált, csinált például egy normális fürdőszobát és WC-t, mert az nem volt addig, meg még egy-két dolgot. Aztán az emér is sajnos úgy érezte, hogy már hogy öregszik, azt mondta, hogy ő most már nem akarja ezt vállalni, és fölajánlotta a szakadáti önkormányzatnak ezt a házat megvásárlásra, egy nagyon kedvező jutányos áron, azzal a feltétellel, hogy ebből a házból csináljanak tájházat. És így lett aztán 2010-ben ebből a házból tájház. Hát ugye ez a mi házunk volt eredetileg, itt, itt született édesanyám, itt voltam én is, hát majdnem én is itt születtem, hanem ha nincs ez a mezőkomáromi kitérő. És hát 2010 pünkös hétfőjén, vagy vasárnapján volt a tájház avató, és fölkértek engem, hogy tartsak egy kis beszédet arról, hogy hát ennek a háznak mi volt a múltja. Hát akkor már megvolt a nagyszüleimnek a hangfelvétele digitalizálva, és hát viszonylag hosszan beszéltem a múltról, mert az összes izzi, aki ott lakott, meg kihova került, már, ott már mondták is, mert már akartak volna enni, meg minden, mert ugye volt utána a vendégeskedés, már ott majdnem bögdösték az oldalamat, hogy fogjam már rövidebbre. <laughs> És közben megbeszéltem én az unokahúgommal, akinek már akkor volt egy notebookja, nekem akkor még csak ilyen asztali számítógépen volt, amit úgy nem lehetett hordozni, és az ő notebookjára átjátszottuk a felvételnek bizonyos ilyen rövid részleteit, és amikor én a házat bemutattam, hogy akkor hogyan költöztek ide a szüleim, meg minden, hát idéztem nagyapámnak a hangját, hogy ő hogyan mesélte el, amikor ide költöztek, ezen aztán, hogy mindenki meglepődött, hogy a már 30 éve vagy 25 éve meghalt nagyapám megszólalt ott a tájház avaton, és ugyanúgy megszólalt aztán nagymamám is. Tehát így kezdődött ez a tájház dolog, és akkor én a, ott ebben a megemlékezésben, a visszaemlékezésben is elmondtam, hogy úgy gondoltam, hogy egy ilyen tájház nem maradhat anélkül, hogy aki ide betér, a nyelvjárást, a szakadálti nyelvjárást, a dialektust meg ne tudja hallgatni, és akkor került az én agyamba a vezérhangja, hogy akkor kell erről egy hangos szótárat csinálni, egyszer. Másodszor pedig úgy gondoltam, hogy kellene valami információs pultot, valami infopultot, valami intelligens pultot oda tenni ahol azok a régi fényképek, amik nálunk megmaradtak, és amiket én digitalizáltam, ahol mondjuk a nagypapámnak a útlevele vagy a munkakönyve ö, ö, megnézhető lehet ahol meg lehet hallgatni azokat a azt a hangfelvételt, amit én a nagyszüleimmel csináltam. Jártunk még le rendszeresen édesanyámmal a szakadáti temetőbe, mert ugye ott vannak a nagyszüleim eltemetve, déd nagymamám is ott van eltemetve, de déd nagyapám az ugye nem, mert ő az első világháborúban halt meg én mindig rácsodálkoztam, és mindig vittem már magammal a fényképezőgépet, mert nagyon szép régi sírok vannak a szakadáti temetőben. Ilyen régi, tipikus sváb sírok, és nagyon sok van belőlük. És azokat, hogy elkezdtem mindig úgy fényképezgetni. Volt, ahol, van, ahol arckép is van a síron, lehet látni, hogy akkor hogy nézett ki, 1918-ban valaki, akit eltemettek, és ennek folyamányaként én aztán fejembe vettem, hogy én az egész szakadáti temetőt föltérképezem. És ez tartott egy olyan két-három évig, hogy az összes olyan 600 körüli sírt, én valamennyi sírt lefényképeztem, és egy Excel táblázatba betettem, minden egyes névre rá lehet most keresni, megvan, hogy mikor születtek, mikor haltak meg, kinek ki volt a felesége, tehát Állítólag ez egyedülálló, ezt a püspök mondta, hogy ilyen temető nyilvántartás Magyarországon még egy ilyen kis faluban nincsen. Erre én büszke vagyok, és ez úgy működik, hogyha az ember megtalálja a sírt, tehát rá lehet keresni nyilván a névre, és megtalálom a nevet, rákattintok a névre, megjelenik a sír. Tehát lehet a fényképét látni a sírnak. Budapestre kerültem, és ott a Műszaki Egyetemen végeztem. Ahogy, ahogy, ez várható is volt, én akkor a Sönhez Zoltán kollégiumban laktam, ami a Vári kollégium volt, amiben most a pénzügyminisztérium lesz, eredetileg is talán az volt, de akkor mi kollégisták laktunk ott, és hát az egy tényleg egy nagyon jó élet volt, viszonylag szabad élet is volt, és tudom, még olyanok is voltak, hogy néha volt egy ilyen nagyon lojális igazgatók, nem is lojális, hanem ilyen szabad elvű, vagyis nem, nem tudom, hogy kifejezem ki, tehát nem volt különösebb idézőjelben erkölcsi követelmény, tehát ott lányok jöhettek be a kollégiumba. Volt olyan, hogy csinált valamilyen raziát, és akkor, akkor összekötött lepedőkön keresztül, ereszkedett le valaki ott a magas főszinti ablakból a a fekete holló előtti részed, és akkor ott ültek a névet vendégek, és néztek, hogy itt mi történik. Na jó, hát ez egy, egy, ilyen dolog volt, tehát egy viszonylag jó élet volt ott a kollégiumban. Hát a tanárok is nagyon jók voltak, és hát ott is jó tanuló voltam, és én ugye hírodástechnikai szakon végeztem, műsor és műsorközlő ágazatom. A anyatanszékem az a akusztika és alkatrészek osztály volt a Irodástechnika Elektronika intézetbe. Ott harmadéves koromtól engem már főkértek demonstrátorként arra, hogy hogy vezessek gyakorlatot a, a harmadéveseknek, és ez aztán folytatódott, amikor én befejeztem az egyetemet, és lediplomáztam. Már volt másodállásom, mert egy másodállást a Műszöki Egyetemen fölajánlott nekem, de főállásom még nem volt. És a főállás aztán úgy keletkezett, hogy aki a diplomatervemet a bírálóbizottságban ben volt, mert ott volt egy ilyen diplomaterv pályázat, amire én beadtam a diplomatervemet, ahol nyertem én egy második helyezést. Az illető a pont a főtitkára volt a Híradás Technika Tudományos Egyesületnek, és ő mondta, hogy jaj, Péter azt mondja, van nekem egy barátnőm, aki villamosmérnököt keres, ő a Remix rádiotechnikai vállalatnak a főosztályvezetője, menjek el hozzá a doktor Szalai Bélánéhoz, aki a dr. Szalai Béla felesége volt, aki egy ilyen fizika könyvet is írt, és én elmentem az Olgához, aki nagyon örült nekem, és még az sem volt gond, hogy nekem van egy egyetemi másodállásom, ami azt jelenti, hogy én néha kvázi ellógok a munka elől, és akkor tanítani fogok. Aztán szóval én a Remixnél dolgoztam, ezt a másodállást a Műszaki Egyetemen, ezt óradóként vittem 15 éven keresztül, és a Remixnél dolgoztam, és akkor volt nekem egy olyan első kísértésem, mikor 1974-ben ott dolgoztam, hogy nem kéne meglógni külföldre a Kádár rendszerből. Ez úgy jött, hogy a külföldi szakfolyóiratok jártak oda a céghez, mert ugye én műszer és mérés technikával foglalkoztam ott, és ott voltak ilyen fejvadász cégek, akik kerestek mérnököket. Aztán én az egyiknek válaszoltam is, talán még most is megvan az ő válaszlevelük. Három olyan állást kínáltak föl Münchenből, hogy az ember csak úgy nézett olyan fizetésekkel. És akkor én írtam egy önéletrajzot, meg minden, és mondtam, hogy hát én szeretnék pályázni, de egy szépség hibája van a dolognak. A Kádár rendszer akkor már úgy nézett ki, hogy lehetett külföldön munkát vállalni, de csak öt évre. Öt év után kötelező volt hazajönni, ha valaki ezt nem tette meg, akkor be voltunk fenyítve, hogy akkor az büntetés, büntető eljárás. És én ezt tisztességesen megírtam a fejvadász cégnek, hogy hát én nagyon szívesen, de nálunk most az van Magyarországon, hogy öt év múlva nekem haza kéne jönni. Hát erre az a válasz jött, hogy kedves Krémer úr, akkor sajnos ez nem fog menni, mert ezek olyan állások, hogy úgy kezdődnek, hogy fél betanítás Amerikába. És ha valaki ennyit investál belém, öt év múlva nem akar tőle megválni. Hát be kellett volna vállalnom szerintem, mert öt év múlva ez már nem volt téma, öt év múlva már nem kellett öt év múlva hazajönni. Hát ha ezt akkor bevállalom, akkor másképp alakul az életem. De nehéz volt bevállalnom azért is, mert itt kellett volna hagynom a szüleimet, a nagyszüleimet. És a Remix az egy jó cég volt, nagyon jó volt a főnököm. Két év múlva már előléptetett, ott már osztályvezető lettem, laborvezető lettem, aztán méréstechnikai osztályt kaptam, utána a vállalati GMK-t csináltunk, közben még az egyetemi másodállás volt, tehát lépkedtem előre, és egészen eljutottunk 1989-ig, és még a Derréni fal ledöntése előtt ez a cég létrehozta az első nyugatnémet magyar vegyes vállalatot, a Remitel Electronic Kft-t, és ennek voltam én az egyik ügyvezető igazgatója. Tehát ideig vittem. Két évig csináltam ezt, de akkor jöttem rá arra, hogy ez nálam a stressztűrő képességemnek a határait súrolja. Ezt én, ha tovább csinálom, lehet, hogy az egészségem fogja kárát látni. Úgyhogy a német partnernek a nagy meglepődésére én egy bő év után hát lemondtam erről az állásomról és akkor átkerültem egy másik helyre, a Philipshez, és a Philipsnek a műszer- és méréstechnikai ágazatának a termékmenedzsere voltam Magyarországon. Ezt csináltam utána egészen a nyugdíjas koromig, ami viszont egy nekem megfelelő állás volt, meg volt a megfelelő önállóságom, ügyfelekkel kellett foglalkoznom, a szakmán belül voltam, mert a műszer- és méréstechnikán belül voltam.